egy dologért érdemes ezt igazából csinálni, azért a szeretetére, mert nézőtérről jön. Azt hiszem, hogy az ütőhangszeres zenének nagyon erős vonatkozása van akár 10 000 évekkel korábbi társadalmaknak az alapérzéséhez. Tulajdonképpen rá kellett jönnöm, hogy hangmagasság nélkül van zene. Ritmus nélkül, azaz idő nélkül viszont nincs. Tehát, hogyha leül 2, 3, 4 ausztrál benszülött, és elkezdenek játszani, tulajdonképpen azt kell mondom, eszközökön, nagyobb köveken, amin szintén relatív hangmagasságokat létre lehet hozni, vagy egészen egyszerű eszközökön, az zenének lehet hallani. Most az ütőhangszerek iszonyú gazdag világ, és ami azért ugyanúgy hat az emberekre, és ez szintén volt alkalmunk megtapasztalni, hogy azok a tradicionális zenék, amiket játszunk, tehát például a nyugat-afrikai gánai dobzenék, vagy a polinéz tánczenénk, ami szintén dobokon és fa hangszereken szólal meg, ez eltéveszthetetlenül ugyanazt a hatást váltja ki a világon. Úgyhogy tulajdonképpen ez a dolog, ami megfogott 10 éves korunkban, vagy 10 éves koromban, megtöltötte az életünket. Azért ez nem rossz dolog.